Egy topos pályázat keretében Boldogközség egészségügyi alapellátás infrastruktúrális fejlesztése címen 79 millió forintot nyert el az orvosi rendelő teljes belső felújítására. A térség országgyűlési képviselője személyesen látogatott ki a munkaterület átadására, ahol nyilatkozott televíziónak az induló projektről. Jelen pillanatban itt van a házi orvosi ellátás, a körzeti orvos, illetve a védőnői szolgálat. Ide lesz áthozva a gyermekorvosi ellátás, és ide lesz áthozva a fogorvosi ellátásnak a rendelője. A település közel 80 millió forintot nyert erre a célra. Ma történik meg a munkaterület átadása, indul a fejlesztés, indul az építés. Bízom benne, hogy méltó az iskolához és az óvodához hasonlóan, itt az orvosi rendelőben is méltó színvonalat tudunk a boldogiak számára az ellátás érdekében teremteni. Az államtitkár elmondta azt is, hogy a most kezdődő építkezésen ez az épület a boldogi új egészségügyi központ első objektuma, amit felújítanak, a munkának lesz folytatása, hogy a település lakói minél jobb ellátásban részesülhessenek.